kisgyerekkoromban, mondjuk szerintem 1 vagy 2 éves koromtól kezdve folyamatosan rajzoltam. Ilyen kicsit én kényszeres, ilyen grafománia-szerű, hogy minden kis füzetembe, könyvembe, mindenhol rajzoltam, ceruzával megtollal. És én nem festettem sosem. Nem is érdekelt, még féltem is tőle, én mindig csak rajzolgattam. Vagy írogattam, hanem mindig azokat rajzolgattam, amik éppen érdekeltek. Mondjuk ufókat rajzoltam, motorbiciklit, autót, katonákat, búvárokat, halacskákat, házi állatokat, vadállatokat. Összeállítottam egy kis gyűjteményt azokról az alkotókról, akik hatottak rám. Akkor az Kis Tibor, a Twin Peaks zenekarnak az énekese. Ők nagyon-nagyon tehetségesek találnak. Tudni kell még arról a képről, hogy ez egy anyakísérlet volt. És körülbelül fél évvel később vettem észre, hogy azon van egy hattyú. És akkor én a hattyút dolgoztam ki egy kicsit jobban. Mielőtt nem festettem volna, én egy eléggé frusztrált emberke voltam, és mindent problémának lettem magam körül, és mióta művészettel foglalkozok, azóta, hát igazából én ezt művészetterápiának nevezném, mert én kiadom a belső feszültségeimet ezzel. Ezzel úgymond könnyítek magamat. Ez Földi Péternek azt tetszik a legjobban a munkásságban, hogy a végtagókat ábrázolja. A Bukta Imrét azt én mesteremnek tartom. Úgyhogy mondjuk ő nem is tud erről. Általában egyébként személyes jellegű témáim vannak. Tehát annyira nem reflektálok társadalmi problémákra, hanem így lassan. Ez például a volt csajom, akire elég haragudtam. Kicsit inkább beszélnek nektek a Richard Gere felfogásról. Ez egy André Jánczanaka, Szentendréről, és nagyon szeretik a filmeket, és nagyon sok filmes elemet emelnek be, mondjuk a Star Warsról, vagy Twin Peaksről, vagy ugye a nevéből adódóan Richard Gere színész, így ugye akkor Julia Edwards is, meg nagyon sok. Mind a Richard Gere zenekar, mindén nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy állandóan közvetítsünk. Vidám, ez egy vidám dolog. Például mindig úgy festek, hogy zenét hallgatok közben. És ugye a zene ritmusa, vagy esetleg a dalszövege, az befolyásolja az én ritmusomat akkor. Zenéket írtam össze, amiket YouTube-on akár, sőt az összeset, amit felírtam, azt el tudjátok érni YouTube-on. És hallgassátok, amennyire tehetitek, és meg fog adni mindenkinek egy témát, amin pedig ajánljatok, hogy hogyan oldanátok meg jövő héten ugyanakkor a foglalkozáson. Igazából ez egy teszt. Szóval én kíváncsi vagyok, hogy igazán van el ebben, hogy a zene befolyásolja az alkotói folyamatokat. Hát szeretnék csinálni egy sorozatot Kismarosról. Én Kismaroson élek, és is mondjam, az állattartásról szeretnék csinálni egy sorozatot, hogy hogyan is van felfogva az, hogy hogy mondjuk mondanék egy példát, hogy mondjuk a kutyát csengőnek használják Kismaroson. Meg van kötve, és ugat, ha jön valami idegen. Szerintem Kismaros ellen szól, hanem a nagymamám még csináltak így a dolgokat. Hogy mondjuk úgy, hogy az állatokat úgy tartották, hogy úgymond kínozták, de nem, hogy mondjam. Igen, ugye a lótartás, disznóölés, disznóetetésre. Libatömés.